Szevasztok srácok, Zodiek vagyok, és ebben a vlogban ellátogatunk Nyíregyházára ismételten, és Nyíregyházán belül is megyünk állatkertbe, fogunk videót forgatni a közlekedés témába, és ennyi. Úgyhogy hamarosan indulunk, már a háttérben ott egy Siri, ő az Abonyi, a miénk pedig itt van a Nyíregyi. Nyíregyházára, hát akkor most már innentől a nagy túra indul. Na, és akkor megérkeztünk Nyíregyházán az autóbuszállomásra és a vasútállomásra egyben. Vannak Lion City buszai Nyíregyházának, csak teljesen más festésben láthatjátok ott mögöttem. Az is egy MAN Lion City busz, valamint vannak ilyen új Solaris buszaik, és ezeket fogjuk most még megnézni. Mielőtt kimegyünk a Nyíregyházi állatparkba, úgyis 35-ig van még bőven időnk, úgyhogy ezeket fogom nektek megmutatni. Már láttatok egy Solaris befordulni az előző jelenetben, úgyhogy most megmutatom őket közelebbről is. Lényegében mi elértünk a célunkhoz, itt vagyunk a Sóstói állatparknál és kultúraparknál a családdal, és most megyünk, forgatunk, meg szétnézzünk, meg állatokat, meg cápa, meg fiszém faszom, és Ádika is remélem ellalszik már minél hamarabb. Vannak a halak. Nem tudom, hogy a
Menjünk. Na srácok, itt vagyunk még mindig az állatkertben, és folytatódik a vlog. Láthattatok már pár állatot, most egy kicsit megpihenünk, mondjuk úgy, hogy ahova Kéra is el jár egyedül. Én azért a nagy géppel tolom a videókat, meg a jeleneteket, meg a, hogy mondjam, nektek az állatokat mutogatom be belőle, meg Ádi szaladgál, meg hasonló. Körülbelül csak ezek lesznek ebben a videóban benne, tehát a állatkert, és külön lesz a közlekedési része Miskolcnak, Nyíregyházának, szóval ennyi. Júj, de megy az az autó! Nézd már ide, Ádi! Jú, te megy! Ritka nagy esetek szemtanúi lehettünk, hát az egyik kedvenc TikTokeremmel is találkoztunk itt kint a nyíregyházi kaland- és túraparkban, szórakozóparkban, az állatkertben, ő pedig nem más, mint Jónás Emil. Emil és családja, Nikivel jöttek pihenni, rájuk köszöntem, és utána mentünk tovább, igazából ennyi a lényeg, de lényeg, hogy láttam már őket. Ti is nézzétek meg őket, Jónás Emil TikTokon és YouTube-on, valamint Jónás Emilné TikTokon. A közlekedési videókkal fogom zárni ezt a vlogot,
de mondom, ez egy külön része lesz, és válogatnom kell a fájlok közül, ugyanis külön lesz a sóstógyógyfürdős és a többi közlekedés, valamint az állatparkos vlogos rész, tehát ez Nyíregyházán 2 darab videót jelent, és a következőnél pedig érkezem egy újabb ugyanilyen körrel, csak nem állatkert, hanem a következő nyíregyházi túránknál már a múzeumfaluba fogunk kimenni, ami szóval nem messze, valamint elmegyünk a vasútállomáshoz, hogy a közlekedési részébe is kapjatok egy videót. Most pedig indulunk hazafelé, várjuk a 8-as Sóstó vasútállomás buszt, és fogtok még ilyen közlekedési jeleneteket látni, valamint az, hogy megyünk hazafelé Miskolcra. Köszönjük Nyíregyháza, ez egy nagyon jó élmény volt, és hát, hogy miért érkeztem pont ide Nyíregyházára, ugyanis 8-án már dolgom van, de 8-án tudjátok, én leszek a szülinapos, úgyhogy én magamtól ezt kaptam ajándékba, ezt a kis nyíregyházi kirándulást. Élvezzétek ezt a csodálatos közlekedési videót, és a zárást azt itt elmondom. Köszönöm a figyelmeteket, Zodiek voltam, és Nyíregyházáról jelentkeztünk egy közlekedési videóval, egy videó formájában, amit csak nektek és csak itt. De ebből egy második partot fogok még csinálni, valamint tervezek még máshova is menni. Most pedig indul a Szilkó, ezt fogom nektek felvenni.